Védtük a hazát, építettük az országot. Fátyol István. Az 1956-os roma szabadságharcosok közül az egyik legtovább kitartó ellenálló, Fátyol István. A makói Fátyol család sok generáció óta híres zenészekkel büszkélkedhet. Fátyol István a férjemnek volt a bátyja, ő volt a legidősebb fiú a családban. A mi családunk nagyon híres muzsikus család, a Fátyol család. Már az 1700-as évek elejéig vissza lehet vezetni a családfát. Fátyol Károly csellós, sok cigány zenésztársával együtt az 1848-as szabadságharcban is részt vett. Fátyol családban született a Fátyol István is, akinek az édesapja is neves prémás volt. István a családi hagyománnyal szakítva villanyszerelőnek tanult. 1956. szeptemberéig a Csepeli Vasműben, majd az úgynevezett Falu Színházban volt villanyszerelő. A forradalom kitörésekor a színház munkás tanácsának elnök helyettese. A szovjet tankok megindulása után pedig mintegy 15 harcolni akaró fiatal vezetője lesz. A forradalom idején abszolút nem volt arról szó, hogy itt ki cigány, ki nem. Nem volt a származás tényező, csak az, hogy szükség van az emberekre. Parancsnokságukat a színház Éva utca, mai Asbót és Király utca sarkán lévő első emeleti próbatermében rendezik be. A tanács ma Károly körút, valamint az akkori népköztársaság ma Andrássy út sarkáig húzódó 6. kerületi körzetet védik. A forradalom fegyveres leverése után tovább szervezik az ellenállást. Csatlakozott a Péterfi Sándor utcai kórházban működő illegális laphoz, aminek az Igazság volt a címe. November 23-ára, a forradalom kitörésének hónapfordulójára egy órás néma tüntetést szerveznek. Az emberek ne menjenek az utcákra, vagy húzódjanak a kapualjakba déli 12 és 1 óra között. Benne volt abban, hogy szétjórják ezeket a röplapokat. December 4-ére az asszonyok néma tüntetését szervezik meg a Hűsök terére. 57. január 1-ével őt elküldték a színházból, akkor már országos körözés volt kiadva ellene. Március közepén le is tartóztatják. Teljes vagyonelkobzásra és 6 év börtönre ítélik. Az 1961-es amnestiával szabadul. Nem mert mesélni a múltjáról, tehát a családon belül is ez egy tabu téma volt. 4 év után, 1965-ben sikerül nagy nehezen elhelyezkednie a budai villanyszerelő szövetkezetnél. Itt főként elítélt 56-osok dolgoztak, 60%-os fizetésért. Aztán az Operettszínháznál lesz világosító, de lekáderezik és elbocsátják. Végül az Orvostudományi Egyetem villanyszerelőjeként megy nyugdíjba. Fátyol István az én nagybátyám volt. Ami történt vele 56-os forradalomnál, hogy börtönben ült és elnyomták, ezáltal szerintem ő miután élte az éve, tehát a napjait, dolgozott, majd nyugdíjas lett, szerintem ő inkább már teljesen elfordult ez az egész politika felől. Ma van a nemzetközi roma.